Movember. Évente átlagosan 4500 férfi diagnosztizálnak prostatarákkal, közülük körülbelül 1500-an életüket vesztik ebben a betegségben. Megyei Prima díj, idén is díjazták a megye kiválóságait. Új betegágyak Mátészalkán, 5 millió forint értékű adomány érkezett a Mátészalkai Kórház krónikus osztályára. November a Movember hónapja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyarországon 9 éve zajló kampány célja, hogy felhívja a férfiak figyelmét az egészségtudatos életmódra, a szűrővizsgálatok jelentőségére, illetve a második őket érintő leggyakoribb halálozási ok a prostatarák megelőzésének fontosságára. Ennek apropóján a lelkes résztvevők novemberben egy hónapon át növesztik a kampány védjegyeként szolgáló, különböző formájú és hosszúságú bajszokat. November 1-én borotválkozás, majd a férfiak egy teljes hónapra félreteszik a borotvát, és világszerte megnövesztik bajszukat. Ez azonban nem valami hóbort vagy időszakos trend. Az Ausztráliából indult Movember nevet viselő kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a férfiaknak is törődniük kell egészségükkel, és szembe kell nézniük az egyik legelterjedtebb férfi betegséggel, a prostatarákkal. Magyarországon 2009 óta csatlakoznak hazai önkéntesek a Movember mozgalomhoz. Ez azért fontos, mert ha egy férfin egy eléggé nagy arculatváltás következik be, akkor a körülötte lévő emberek elkezdenek érdeklődni, hogy miért veszted a bajuszt. És akkor ez már rögtön egy okot ad arra, hogy a két fél vagy a társaságban az adott illető, akit mi bajuszhuszárnak hívunk, el tudja mesélni azt, hogy azért nevezte a bajuszt, mert figyel az egészségére, illetve azért, hogy minél több férfit arra buzdítson, hogy kezdjen el foglalkozni az egészségével, és menjen el rendszeresen szűrővizsgálatokra. Ugye mi legfőképpen a prostatarák veszélyére próbáljuk meg felhívni a férfiak figyelmét, de ezen kívül nyilván fontos az, hogy a hererát, illetve egyéb olyan betegségekre is a férfiak értesüljenek, ami nagyon-nagyon fontos minden évben. A Movember mozgalom eredménye az urológus szakemberek szerint is érezhető. Novemberben sokkal több férfi keresi fel a rendelőket, mint az év többi részében. Honti Dániel úgy látja, ennek ellenére a környező országokkal szemben Magyarországon általánosságban elkeserítő a férfiak egészségtudatossága. Kevésbé egészségtudatosak itt Magyarországon a férfiak. Itt körülbelül évente 5000 férfinél diagnosztizálnak prostatarákot, abból 1500 halálos. A mi méréseink alapján idáig 4000 férfinak a PSA-t szűrtük meg, és 22%-nak volt magas a PSA szintje. Az, hogy ezek közül a 22%-nak hánynak volt prostatarákja, azt sajnos nem tudjuk, az viszont visszajutott hozzánk, hogy több mint 10 főnek sikerült megmentenünk az életét. A novemberi prostatarák elleni prevenciós kampányon túl egész éves aktivitás épült fel Magyarországon, Ments Manus néven, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy elsősorban 40 év felett szinte kötelezően ajánlott a prostatavizsgálat. A szűrővizsgálatnak ugye az egyik sarokköve az a vérvétel, van egy ilyen prostata specifikus antigénnek nevezett vegyület, amit a vérből egy sima egyszerű vénás vérvétellel ki lehet mutatni, illetve hát ugye a szűrővizsgálat másik nagyon fontos része az a fizikális vizsgálat, amit urológus szakorvosnak kell elvégeznie. A Ments Manust a Semmelweis Egyetem segítségével összeállított egy egészségügyi stábot, és 2016 második felében elindult az úgynevezett prostata kommandó is, melynek lényege, hogy különféle rendezvényeken PSA szűrést és tájékoztatást végeznek a szakemberek. Mától érkezik a nyugdíjprémium. Azok a nyugdíjasok, akik a bankszámlájukra kapják a nyugdíjukat, már ma megkapták az idei nyugdíjprémiumot. A postai kézbesítések azonban csak csütörtökön kezdődnek meg. Körülbelül 2,5 millióan számíthatnak a prémiumra, amelynek legmagasabb összege 18 ezer forint lehet. Az számíthat a maximális prémiumra, akinek a nyugdíja eléri a 80 ezer forintot. Akinek alacsonyabb a nyugdíja, az kevesebbet kap évvégén. Tavaly 24 milliárd, idén 33 milliárd forinttal terheli a költségvetést a nyugdíjprémiumok kifizetése.
Idén is díjazták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiválóságait a megyei Prima Gálán. A rangos elismerést 10 kategória jelöltjei közül azoknak ítélik oda, akik saját területükön kiemelkedő és értékes munkát végeznek, illetve gazdagítják a megye kulturális, tudományos és építészeti értékeit. Az idei 13. gáláig összesen 36-an vehették át a megyei Prima díjat. Az Országos Prima Primissima díj mellett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete azért hozta létre ezt a díjat, hogy megjutalmazhassák azokat a személyeket is, akik a megyében végeznek színvonalas munkát, szakmai tudásukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez, tudományos, művészeti és közösségi életéhez, valamint példaértékű teljesítményükkel méltán vívták ki az itt élők elismerését. Idén is 10 kategória jelöltjei közül kellett kiválasztania a kuratóriumnak a megyei díjazottakat. Minden évben egy nagyon nehéz feladat a jelölteket kiválasztani, mert minden kategóriában mindig van több jelöltünk. Most is volt olyan kategória, ahol 4 jelölt is volt. Ez ennek a társadalmi kuratóriumnak egy ember próbáló feladat, hogy ki legyen az a 10, aki már ide kerül. És amikor kiválasztjuk nagy nehezen ezt a 10 jelöltet, akkor rádöbbenünk arra, hogy ők mindannyian lehetnének primadíjasok is már, és akkor kit választunk közülük, mi a szabályatunk szerint csak 3 primadíjas se lehet, és 1 külön díjas, vagy esetleg 2 külön díjas, de mi mindig egynek adunk külön díjat. Ez egy olyan örömtelien nehéz, vagy nehéz örömteli feladat, amit szívesen csinálunk. A megyei Prima díjat végül magyar irodalom kategóriában Kovács Judit író, magyar építészet és építőművészet kategóriában Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes építész, valamint magyar népművészet és közművelődés kategóriában Nagy Csaba tárogató művész érdemelte ki. Nagyon sokfelé elviszem én Vajának, Nyíregyházának, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a jó hírét, de ez nem mindig derül ki, mert hiszen ahová eljutok, ott csak éppen azok tudják és értesülnek arról, hogy honnan is érkeztem. És ez a díj azt is bizonyítja számomra, hogy az itthoniak számon tartják az én tevékenységemet, és talán éppen ennek köszönhető az, hogy a 3 Prima díjas közül az egyik én voltam. A megyei Prima díj külön díját magyar sport kategóriában Rózsa Gábor karateedző vehette át, Nyíregyháza városi külön díját magyar tudomány kategóriában Fábián Gergely kapta, a megyei közgyűlés külön díját pedig magyar sajtó kategóriában Dankó László újságírónak ítélték oda. Nagyon örülök ennek az elismerésnek, hogy a megye méltónak talált erre a díjra, és ez arra sarkal, hogy az ember még jobban dolgozzon, és hogy ne csak a városban, hanem valóban a megyében is tevékenykedjen. Ez egyébként jellemző volt korábban is, voltam a Tiszai árvíznél annak idején pont, amikor átszakadt a gát, például életem egyik legmegdöbbentőbb élménye volt, és hát a megyei diáksport területén is elég sokat dolgozom, és köszönöm szépen tényleg a megyének ezt az elismerést, nagyon-nagyon jól esett, és hát bízom abban, hogy ezek után még jobb munkával hálálhatom majd meg mindezt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a megye vállalkozóinak a munkáját is elismerte, a különböző kategóriákban összesen 7 díjat osztottak ki. A megyei vállalkozók közül Pap Sándor Dezső, a Pakom Kft. Ügyvezető tulajdonosa, és Lakatos Gergely, a Panyolai Szilvórium ZRT vezérigazgatója a decemberi Budapesti Prima Primissima Gálán az év vállalkozói díját is átveheti majd. Véget ért a smogriadó Nyíregyházán. Az elmúlt napokhoz képest javult a levegő minősége a megyeszékhelyen, azonban a szállópor koncentrációja továbbra is magas. A hétvégén az úgynevezett PM10, vagyis a szállópor légköri koncentrációja meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket. Ez azt jelenti, hogy egymás követő 2 napon is egészségtelenül szennyezett volt a város levegője. Ez a szennyezettségi mérték hétfőre lecsökkent a tájékoztatási küszöbérték alá, azonban az ANTS mérési eredményei szerint a levegő minősége továbbra is kifogásolt. A szakemberek szerint ez leginkább a keringés és légzőszervi betegségben szenvedő, főleg időskorúakat veszélyezteti. Azt tanácsolják, hogy az érzékeny és beteg emberek lehetőleg kevesebbet tartózkodjanak a szabadban, és mindenképpen kerüljék a megerőltető testmaszkást.
Közel 5 millió forint értékben összesen 39 új betegágy érkezett a Máté-Szalkai Kórház krónikus osztályára. Az adomány a krónikus fekvőbetegek ellátását végző ápolók munkáját segíti. A modern berendezések több irányban állíthatók, van rajtuk védőrács, valamint infúziótartó is. Ezek az ágyak a napokban érkeztek a Máté-Szalkai Kórház krónikus osztályára. A belga gyártmányú betegágyak nagyban segítik majd a jellemzően fekvő betegeket ellátó krónikus osztályáplóinak munkáját, mivel a fekvőhelyek könnyen kezelhetők, több irányban állítható a fekvő felületük, és védőráccsal, valamint infúzióvállványal is felszereltek. A Szabolcs-Szatmár-Berej megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Máté-Szalkai kórházának krónikus osztálya 39 darab betegágyat kapott a NECA, magyar és holland alapítvány által. Ezek a betegágyak nagyban segítik a betegellátást, könnyítik az ápolási folyamatokat. Azon a krónikus osztályon, ahol zömében fekvő betegeket ápolunk. A krónikus ellátás nagyon fontos, hiszen a társadalomban tapasztalható demográfiai változások növelik az időseknek az arányát, az időseknek a számát. Erre a jövőben egyre inkább fel kell készülnünk, hogy nagyobb lesz az ápolási igényű betegek megjelenése a kórházunkban is. A NECA alapítvány már korábban is támogatta a Máté-Szalkai Kórházat, akkor a gyerekosztályon helyeztek el ágyakat. A kórház mostani fejlesztése civil szervezetek és vállalkozók összefogásából valósult meg. Ezek az ágyak Belgiumból, a Hiron Belgium jóvoltából érkeztek ide. A Syria projekt keretében, ami egy holland segélyszervezet, a NECA alapítványon belül. Tehát a NECA alapítvány ajándékozza ezeket a Máté-Szalkai Kórháznak, de ez egy közös összefogás eredménye. Van egy non-profit KFT-nk, aki finanszírozza a szolgáltatást, és vannak nyírmegyesi vállalkozók szerencsére, akik beszállnak ezeknek a költségekbe. Így kerülnek ezek az ágyak ide, Máté-Szalkár vagy más városokba, más intézményekbe. Az alapítvány az egészségügyi jótékonykodás mellett iskolabútorok adományozásával is foglalkozik. A napokban például több Ukrajnába és Romániába tartó szállítmányt is indítottak. Új helyszínként bekerült a Rally Európa Bajnokság 2019-es előzetes versenynaptárába Nyíregyháza, jelentette be az Európa Bajnokság koordinátora a Szabolcsi megye székhelyen pénteken. Jean-Baptiste Lé, az ERC promótere hangsúlyozta, ez még egy előzetes versenynaptár, amelyet a Nemzetközi Automobil Szövetség világtanácsának kell véglegesíteni a december 5-i Szentpétervári ülésén. A 2019-es ERC sorozatban 4 aszfaltos és 4 murvás verseny szerepel. Nyíregyházán és a Zemplénben az egyik aszfaltos versenyt rendezhetik majd meg. Félpályán már járható a híd Tiszalök és Tiszadada között, amely baleset következtében sérült meg november 7-én. A Bocskai hídon egy személygépkocsi ütközött a híd egyik pillérének, és olyan mértékben megsérült, hogy a szakemberek véleménye alapján korlátozás nélkül nem vehető igénybe. Az élet és vagyonbiztonság megóvása érdekében a hídon áthaladó forgalom félpályán halad, de a 3,5 tonna ösztömeget meghaladó gépjárművek egyáltalán nem vehetik igénybe az átkelőt. A súlykorlátozással érintett gépjárművek alternatív útvonalként a 36-31-es számú utat Tiszavasvári-Tiszadob, illetve a 36-32-es számú utat Tiszavasvári-Tiszalök között használhatják. Újabb idegenbeli győzelmet aratott a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 8. fordulójában a PVSK otthonában léptek pályára, és 96-88-ra megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak 6 győzelemmel és 2 vereséggel az 5. helyen állnak a tabellán. A mérkőzés előtt egy győzelemmel álló pécsiek ellen jól kezdtek a cápák, de az első negyed végén már a hazaiak vezettek 8 ponttal. A nagyszünetig 1 pontot dolgozott le hátrányából a vendégcsapat, a harmadik negyedben pedig újabb 1 ponttal csökkent a különbség. A záró 10 percnek így 6 pontos hazai vezetésnél vágtak neki a csapatok. Ekkor sebességet váltott a Blue Sharks, és a 28 pontig jutó Tóth Gergely, a 24 pontot szerző Cura Attila, a 22 pontos Bazsó Bruno és a 11 gólpassz kiosztó Busz Iván vezéletével maguk javára fordították a mérkőzést a vendégek. A Pécs úgy gondolom, hogy hazai pályán nagyon jól és eredményesen játszott. Ráadásul a mérkőzésen a
jó kezdésünk után egy picit vissza is esztünk. Azt hiszem, hogy úgy gondoltuk, hogy az első néhány perc után simán megvesz ez a találkozó, aztán a Pécs átvette a vezetést, és már komoly különbséggel vezetett az első fél időben, amit nagyon nagy küzdelmes munka árán tudtunk csak ledolgozni. Kellett keresni egy picit, hogy melyik az ötös, amelyik a leghatékonyabban tud küzdeni az ellenfél ellen, de azt hiszem, hogy a meccs végére, vagy a második fél időre azért sikerült megtalálni azokat a játékosokat, akik pozitívan tudtak hozzátenni ehhez a mérkőzéshez vasárnap este. A kékcápák harmadik idegenbeli győzelmüket aratták a bajnokságban. Sitkó Ernő arról is beszélt, hogy rátalálta a csapat arra az útra, amelyet a szakmai stáb kijelölt számára. A negyedik negyedben igen. Az olyan volt, amilyennek lennie kellett. Okosan, fegyelmezetten lejátszottuk azokat a játékokat, amikkel azokat a területeket tudtuk hangsúlyozni, ahol mi előnyben voltunk az ellenféllel szemben. Viszont a mérkőzés többi szakaszában még mindig nem azt nyújtottuk, amit szeretnénk. Úgy gondolom, hogy ha úgy kezdjük el a mérkőzést, ahogyan azt a negyedik negyedben tettük, akkor már az első negyedben vagy az első fél időben el tudunk dönteni ilyen találkozókat. Erre rá kell ébrednünk, és ezen még lépni kell, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjak hasonlatot, hogy mire gondolok. Gondolom sokan látták a Juventus Manchester United elleni mérkőzését, ahol a Juventus egyértelmű fölényben volt, mégis nem ők nyertek. Nekünk is meg kell tanulni azt, hogy amikor fölényben vagyunk, akkor érvényesíteni kell az erőfölényünket, és be kell húzni a mérkőzéseket kegyetlenül. A 8. forduló további eredményei a következők: Oroszlány Miskolc 74-72, Bonyhád Nagykőrös 69-72, Budapesti Honvéd BKG Prímese 67-76, Veszprém MTK Török Bálint 81-56 és Békés Vasas Akadémia 76-86. A Budafok MAFC meccset kedden játsszák. A tabella élén a 100%-os Veszprém áll, megelőzve a 7-1-es mutatóval rendelkező Oroszlányt. A 6 győzelemmel és 2 vereséggel álló Nyíregyháza Blue Sharks az 5. helyen várja a jövő hétvégi folytatást. Botlott az éllovas Ibrány a labdarúgó megyei első osztály 14. fordulójában. Madalina György együttese Máté Szalkán szenvedett 1-0-ás vereséget. Az üldözők közül a Nagy Halász és a Nagy Ecsed is győzött, így egy pontra megközelítették az éllovast. Az őszi zárófordulóban az Ibrány a Nagy Halászt fogadja. Az őszi szezon talán legnagyobb meglepetését hozta a 14. forduló, a tabella hátsó régiójában tanyázó Máté Szalka 1-0-ra legyőzte a listavezető Ibrányt. Egy mérkőzés végződő döntetlenre, a Vásárosnavény Gyulaháza találkozó 2-2-vel zárult, a Tarpa Tiszakanyármes pedig a köd miatt félve szakadt. A Tiszavasvári 3-1-re múlta felül a Baktoló rendházát, a Nyírgyulaj szintén 3-1-re verte a Balkányt, miként a Mándok-Fehérgyarmat összecsapás is 3-1-es hazai sikerrel zárult. A Nagyhalász 2-1-re győzte le a Kisvárda második csapatát, a Nagyecset pedig Csengerből vitte el a 3 pontot 2-0-ás sikerével. Úgy gondolom, magabiztos győzelmet arattunk, játékunk az lehetett volna jobb is, de annak örülök viszont, hogy a múlt heti súlyos vereség után úgy gondolom, hogy talpra álltunk. A tabella élén a 30 pontos Ibrány áll, megelőzve az egyaránt 29 pontos Nagyhalászt és Nagyecsedet. A Nagyecsed hazai pályán a Nyírgyulaj ellen zárja az őszi szezont. A dobogó a cél, tehát ezt illő lenne, én úgy gondolom, behúzni, tehát télen ott kéne telelnünk valamilyen szinten. Nagyon nehéz lesz, mert Nyírgyulaj jön, ugye ő is egy élcsapat. Hát én nagyon reménykedek abban, hogy egy eltítottunk visszatér, védelmünk stabil lesz, és valamilyen szinten be kell húzni ott a 3 pontot. A forduló további párosítása a következő: Kisvárda 2 Tarpa, Tiszakanyár Tiszavasvári, Gyulaháza Máté Szalka, Mándok Baktoló rendháza, Fehérgyarmat Csenger, Balkány Vásárosnamény és Ibrány Nagy Halász. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Évente átlagosan 4500 férfi diagnosztizálnak prostatarákkal, közülük körülbelül 1500-an életüket vesztik ebben a betegségben. A kor megelőzésének és a férfiak egészségtudatos életmódjának a fontosságára hívja fel a figyelmet a Movember mozgalom. A kezdeményezés részeként a lelkes résztvevők novemberben egy hónapon át növesztik a kampány védjegyeként szolgáló, különböző formájú és hosszúságú bajcokat.
Idén is díjazták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiválóságait a megyei Prima Gálán. A rangos elismerés 10 kategória jelöltjei közül azoknak ítélik oda, akik saját területükön kiemelkedő és értékes munkát végeznek, illetve gazdagítják a megye kulturális, tudományos és építészeti értékeit. Az idei 13. alkalommal megrendezett gálán Kovács Judit író, Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes építész és Nagy Csaba tárogató művész vett át a megyei Prima díjat. 39 új betegágyat kapott a Mátészalkai Kórház. Az adomány civil szervezetek és helyi vállalkozók összefogásából a NEEKA Hungary Alapítvány biztosította. A közel 5 millió forint összegű fejlesztés a Mátészalkai Krónikus Osztály munkáját segíti majd, ahol jellemzően fekvő betegeket ápolnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 12-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a párás idő. Kedd este észak felől egy hideg front éri el a Kárpát-medencét. Az éjjeli órákban gyengén felhős idő várható, párás marad a levegő, főként a völgyekben kötképződik. Csapadék nem valószínű, gyenge marad a légmozgás. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, a köd feloszlása után napsütéssel. Estétől erősen megnövekszik a felhőzet, és néhol gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap estétől várható hidegfronti hatás is. A következő napokban kisebb a köd kialakulásának esélye, általában napos, gyengén felhős időre van kilátás. Számottevő csapadék továbbra sem valószínű, éjszakánként több helyütt fagypont alá süllyed a hőmérséklet, és fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés.